Üdvözlöm a kedves nézőket! Mai játékunk a Gas Station Simulator, annak is a demója. Mondhatni prológus. Ez egy Fab Days, vagy Early Days néven fut. Ugyebár a játék gyerlek tartalmaz magyar nyelvet, meglátjuk mennyire lesz jó. Írja is, hogy a műben szereplő összes szereplő fiktív, bármilyen hasonlóságban való személyekkel, élőkkel vagy halottakkal teljesen véletlen. Ugyebár ennek a játéknak van teljes verziója. Meg is nézzük, hogy miként vagyunk, mert nincs meg a 60 frame rate-ünk. Jó. Elmosás nem kell. Ezek maradhatna. Ezekkel lejjebb csapunk egy kicsit. Mert ugyebár a laptop mindenről híres, csak arról nem, hogy annyira bírná a teljesítményt. Így van 55-ünk. Még egy kicsit ezen lejjebb húzunk. A grafika egyébként elég szép. Nem emlékszem, hogy egy Unity vagy Unreal Engine-e. Hát így már elviekben van 60 frame-ünk. Igen. Vészünket betoljuk. Autószarv. Oké. Nem csodálkozom rajta, hogy mondjuk esetleg Google-vel fordították. Úgyhogy ez neki angol. Oké, ez sem baj. Dennis vergődése. Dennis vergődése. Ha engedélyedre van, alapértelmezés szerint Dennis jön és rongálja a falakat. Ha ki van kapcsolva, nem fogja. A fejlesztők azt szeretnék, hogy ezt a módot engedélyezze. Partibusz esemény. Ez is be van, mindenben van gyerle a kapcsolva, kivéve a fejre szerelhető kamera, meg a közvetítői mód. És akkor partibusz megérkezzen időnként, jelentősen megnövelve az ügyfél áramlást a rövid időre. Homokvihar esemény. Homokviharok keletkeznek, melyek után el kell takarítani. A raktári lopás. Igen. Arra nem mond semmit. Hát gondolom, akkor raktárból időnként lophatnak. Fejkamera. Függőleges emberem, meg szerintem itt eltolásba vagyunk. Megám. Ennek a kettőnek nincs értéke. Közvetítő mód sincs megadva, gondolom a streamereknek adott. Bekapcsoljuk csak egy okból. Ha embert lettünk angol, akkor lehet külön van magyar nyelv. Jó sok fajta nyelv van benne, ott is van a magyar. Oké, így. Irányítás. Jó. Na nézzük. Itt időnként elszágult egy autó. Szerintem még így is szép a kép. Itt egyéb dolgokat hirdet magáról. A Station Simulator ugyebár a teljes verzió már megjelent, és van egy DLC, eszembe az Airstrip, ahol egy a repülős részek jönnek bele, meg akkor a Shady DLC is van, Shady. Hát meg akkor a Countach DC is jó. Na új kampány, nézzünk bele. Ő a Dennis. Stink Bomb. Valahol a 66-os úton. Ott is a bólogató kutya. Semmit nem tudunk el videó. Rekkentő hőség. Csak hogy nicce-mice legyen. Gas Station Simulator promózza magát a játék, ott egy repülő. Az átvedető alatt sincs meg mindenhol a 60 frame. Ugrálunk, de nem baj. Itt legalább állítható minden, jó kis pókos tetoválásunk van. Orszél. Gratulálunk, most már ön a Dust Blow Bending Kút tulajdonosa.
12 órával később. Akkor azt megvettük, nem is örököltük meg. Hát fönt vagyunk a semmibe. Talált ki, hogyan léphetsz be a bending kútra. Célzás, miközben tartani, dobja az RMB gombbal a kukába, hogy pontszámot kapja a jobb gombbal. Sok mindent föl lehet itt venni, van itt pizza, megvettük a gas stationt, és akkor itt fönt vagyunk a valaminek a tetején. Az úgy korrektül felkapcsolt lámpa, egész korrekt, automata felkapcsolás, hatalmas matek. Igen, akkor ennek szerint ez kuka. Jobb gomb, full power, wow! Elküldtük Kínáin. Ez csodás. Na, ez ott egy kicsit le van szakadva, és akkor ott van maga a benzinkút. Na, ki tudunk jönni? Nem tudunk jönni? De ki tudunk jönni, oké. Okay. Ide egy pont, teljesítmény feloldva, hit a trash can. Hát onnan olyan erővel dobtuk, hogy elszállt messzire. Na, nem baj. Szemeteket dobáljuk kifele első körbe szerintem. 50%-os erő, na, az bent is maradt. Több konténerünk is van, na, ott is van egy. Ott is van egy, oké. Okay. Mellé. Nem baj, ezek a szemetek ide nem kellenek. Majd onnan közelről bedobáljuk. Egy biztos szemétdobó bajnokságra nem megyek, az is elszállt Kínába, elpattant. Electric Material Fragile. Tehát itt mind kuka vagy ebben vannak cuccok? Jobb gombbal simán el lehet dobni. Mondom, a pizzás doboz az kuka. Az is elpattant. Nagyon becsúszott a leszakadt épület alá. Ami gondolom a tankolóállomás, vagy javító, vagy bármi. Hajnali 3:30-ban jön fel a nap. Pedig olyat nem is ittunk. Jó, az is kuka. Na, az betalált. Cool. Jó, hát akkor itt fönn szerintem el is vagyunk, akkor ez a mi házunk, ami a raktár egyben, ennek a tetején lakunk. Oké. Okay. Gas station arra van, azt mondja. Csak hogy nicce legyen. Oda be. Ide repült. Oké. Okay. Ide is repültek dolgok, mint például a pizzás. Nem tudunk ugolni. Jó, hát akkor ezekkel majd foglalkozunk, mikor aktuális. Itt egy autóroncs, csak hogy jó legyen. Közben frissült az OBS egyébként 30.2.0-ra, az 1.2-ről látványosan más lett a dizájnja, olyan jó vastaggal írkálja itt a hangokat, hogy tökre meglepődtem rajta. Jó. Ez itt elevator redet. Magát az elevator az lift. A excavator, az excavator az ez a kis tologató bobcat. Illetve van itt valami kis úthenger, még roncs, meg egyébként, hát jó sok mindent itt hagytak konkrétan, tessék, vegyed, vigyed kategória elven, itt hagytak mindent. Ott is van a benzinkút részünk, a kaktuszba megakadtunk. No smoking, stop motor, ne gyújtsa rá és állítsd le a motort, azt mondja. Autók mennek, szerintem még zárva vagyunk. Vagy te ide jössz? Nem jössz ide. Oké. Okay. Azt se jön be, csak be akarna. Találjuk ki, hogy jutunk ide be. Hát első körben a szeméttel se lehet mit kezdeni.
Klik, bal gomb, neki felvétel. Leszedegetjük innen a bedeszkálásokat. Valószínűleg régóta nem működött ez a bendinkút. Hát megtaláljuk, hogyan tudunk ide bejönni. Kinyitjuk. Innen ezeket se lehet removolni. Na úgy, szépen félredobáljuk. Lehet, hogy itt lenne valami zene, és a streamer mód miatt nincs. Na, bent vagyunk. Figyelem, terület fejlesztés alatt, vagy átalakítás, építés alatt, under construction. Jó, igen. Bent vagyunk, kövess a nagy feszültségű kábelt, és keress a módot a áram felkapcsolására. Hát nagyon jó pofa vagy. Ezt is nyissuk ki. És van a fa, mármint a konténer, szépen beledobálunk mindent, ezeket most már még mindig nem lehet, mindenhol a legyek, közben jön fel a napocska. A játék azt hiszem Unreal Engine-t használ, legalábbis Unity logót nem láttam az elején, a Unreal-t meg nem minden esetben rakják bele. Minden esetre már optimalizáltam, mint amivel tegnap próbáltam volna játszani, mert az Unity-ba készült, és baromi jó volt, ugyanis menübe 60, játék alatt meg 22-37 FPS-en volt, úgyhogy el is ment tőle a kedvem. Oké, valgomb interakció semmi, ezt gondolom maga az üzemanyagpumpa szeretne lenni. Hát jó régi, maradjunk annyiba. Úgyhogy, és ahogy nézem, 13 gallon tud maximum, király. Jó, hát azt most már jelzi, hogy mit kéne csinálni. Levettem a fát. Na, szóval levettük a fát. És beesett. Úgy. Ide. Ne felejtsük el, hogy ugyebár a demo, szóval nem tudom, meddig fogunk tudni eljutni benne. Maga a játék egész pozitív értékeléseket kapott, de úgy vagyok vele, hogy még mindig más nézni egy játékot, és más játszani vele. Jó, hát a változatosság kedvéért itt is van ilyen fa. Oké. Nem tudom, miért nem tudjuk megforgatni, akkor ezt ide rakjuk mellé. Szépen leszeregetünk mindent. Ott látványosan szikrázik az a áram, valószínűleg mi nem működünk. Valószínűleg emiatt. Hogy ez adja magát. Jó, az megint bent respawnolt, mert nem figyeltem és túl gyorsan kaptam le. Na, ilyen apróságokon ne akadjunk fönn. Most nem tudom, hogy ezeket itt a szélén majd el tudjuk-e takarítani, vagy pedig esetleg kötelezően a út fejlesztésével fognak innen elkotródni. Hát egyes elemek nagyon Unreal Engine-esek, nagyon Unity-sek, mind a kettőt ráfognám, mivel optimalizáltság terén mondjuk úgy, hogy egész jól fut, de annyira nem kellett levenni a grafikát, és így majd a 60 FPS-ünk megvan. Így szerintem ez inkább Unreal, mint Unity. Ritkán találni normális iparos munkával rendelkező Unreal-t, amit optimalizálnak, és tényleg az a gépigény, amire ki van találva. A WCR-ra másfél dodó. Oké. Okay. Itt van roof painting, tetőfestés, köszi. Hát figyelj, legalább a tetőnk valahogy kinéz, még ha szakadt is. Na, nem baj. Nézzük más, nem kell leszedegetni? Nem, akkor az összes nyavalát kiszedtük. Jó, remélem, ebben nem tettük TGK-ra a játékot, és ott egy repcsél is a DLC-ből. Akkor itt szépen követjük a kis feszültségű kábelt. Hát itt mi van, kérem szépen?
Roncs temető. Oké, kövesen nagy feszültségű kábelt, és keresem módot az áram felkapcsolására. Az áramot ő szerinte ezzel a generátorral fogjuk megváltani a világot. Megy is a delej fölfele. És bum. Oké, vegye fel a telefont a Bending út előtti fülkébe. Itt már zene szól. Emiatt van itt zene? Kis autó. Emiatt. Car friendly. Ó. Nincs elég pénzem. Ja, konkrétan nulla manink van. Királyak vagyunk. Oké. Hát egy biztos, itt szokásos nem kis léptékek vannak. Ugrani tudunk, megfutni a shift-tel. Valaki kitartóan hív. Vegyük fel. Jöttek a vásárláshoz, befektetéshez, kis unoköcsém. Már rég hallottad a hangom, nem? Igen, elfoglalt ember vagyok, de szerencse, hogy a földmé egyszer megvásárolt apámé volt. Nyilván ő nem csak potenciális üzleti partner, de a családjaság kevésbé. Mindent megteszek, hogy segítsek önnek. Rendszeresen küldök önnek e-maileket, amelyek tájékoztatást nyújtanak az üzlet egyes részének kezeléséről. Ügyén arra, hogy figyeljen. Nos, mit indulnom kell? Jó volt újra beszélni, mert sok szerencsét mondja. Oké, olvasd az e-mailt a számítógépen, a e-mailekben gyakran talált tippeket és információkat a Bending útra és a kapcsoló tevékenységekről. Oké, kaptunk egy új levelet. Jó, hát itt van egy csomó apró, meg egy konzerv. Jó, nem baj. Menjünk be, és a egyetlen számítógépet használjuk. Levél. Nulla nap, üdv! Üdv! Üdvözlet, most hallottam, hogy szilárd befektetés hajtottál végre. Bár sajnálom, hogy el kellett adnod az autód érte, mindig kérhettél volna tőlem kölcsön. Elmondok néhány tippet és trükköt az e-mailjém, rendszeresen érkeznek egy indexelheti őket és a témáikat. Ezt a Bending utat üzembe kell helyeznie, ki tudja mennyire lepukkant ennyi évvel ezelőtt. Ne felejts el, folyamatosan nyereséget kell termelni, először fejlesz az üzemanyag adagú lót. Ja, és ne aggódjon a pénzért, végül is család vagyok, és a család szemmel tartja egymást, ezért vagyok itt, hogy segítőkedet nyújtsak, ezért pénzzel is segítelek. Ajjaj, már rosszul kezdődik, hogy valaki pénzt deponál belénk, úgyhogy nem is ismerjük. Bár papíron tulaj, mármint családtag, tehát fenne tudja. Benzinkút, aha, van itt minden raktár, autómosó, meg egy nem tudom micsoda. Benzinkút level 1. Oké, ingyenes volt. Szintlépés. Teljesíts több feladatot. Jó, funkciók. Hia, parkoló. Seprű, festőhenger, szemetes zsák. Benzink út, itt különböző szintekkel, és akkor nyit raktárt, műhelyt, ó, akkor szerelgetnünk is lehet. Raktár, automosó, három szintben, műhely, vagy ezeket kell megcsinálni, hogy kinyitottuk a szintet hozzá. Nem tudom. Itt írja is, hogy mi hány a szintű pontok. Van, aki sokat idő, pont szám 1 perc 17. Oké. Eddig tartott a tankolás. Dobás. Népszerűség. Pénz. Verseny. Verseny 2. Oké. Jó. Szálljon be a mini kotrógépbe. A neve Radi. Oké, ez kell itt nekünk. Meg is van. Oké. Jó, fond Radi. Távolítsam a kupacot a gázszivattyú előtt. Üzemanyag padlom. Nincs üzemanyag. Kösz. Hát beindítottuk és ideig jutottunk el. Sok lónyá volt benne, de szípek vagyunk. Hát nagyon nicce.
Keresünk egy régi gázkannát, közt még turbó is van benne. Tehát további információ. Mini kotrógép. Irányítsd a kotrógépet a VSAD gombokkal. Tartsd lenyomva a bal gombod a homok felvételét, a lejtéséhez. Kérdéfék használtak, nyom meg a space, tartsd lenyomva a shiftet turbóhoz. Notort túl melegszik, mikor be a homokot szedés turbót használ, kifogó piros savát. Tartsa lenyomva a jobb gombot, hogy leütse, a túlmelegedés miatt extra üzemanyagot eszik, és leáll a turbó. Nice. Jó, hát azt mondja, nincs üzemanyag, akkor szálljunk ki. F. Ha nincs üzemanyagos jármű, már leállt. Oké. Okay. Ez külön leállítás. Hangunk van, autómentés van a játékban, hogy hallom. Hát valami nagyon büdös. Levél. Új feladat, kotrógép. Látom, megtalált a drádit, a kotrógépről beszélek. Az egyik vállalkozó munkáson mondjuk ragaszkodott a dologhoz, végül a név megragadt, szóval ő most rádi. Akárhogy is nincs szükségem rá, de látom, hogy neked jól fog jönni. Csak óvatosan, öreg, a fogaskerekek túl melegedhetnek, a homokot gyűjt, balgom, lehet, hogy le kell hűteni jobb gomb, ezt nem teszi meg a motor túl meg, és extra üzemanyagot veszít, azaz nagyobbat zabál. Ja, és ne dobjon a homokot sehova, vagy húzza a bennünkút határán kívülre, vagy keresen egy kijelölt területet a felhalmozásra. Technikailag úgy gondolom, hogy a jogosítványtípus nem megfelelő a Rudi vezetésére, azaz papíron nem vezethetnénk. Hát üzemanyaggal megy, úgyhogy így járt. Gázkanna is a leáltár. Biztos tudod, de ezt gyorsan emlékeztetlek. Szükséged van egy gázkannára Rudi tankolásához, nyissa meg az eszközt menüt a tabba, hogy megtalálja, és figyelje magát a leáltár, biztos vagyok benne, hogy idővel nőni fog. Nyomunk egy tabot, és semmi nem történik. Jó. Épp kínse, arra a tábla, hogy arra van a raktár. Köszi. Ez egy csomó homokdűne van mindenhol. Hát akkor eljövünk erre. Shift-tel elfutunk, valószínűleg itt is van a kanna, nicce-nicce, megvan. Tartsa a gázkannát, majd nyomja meg a bal gombot a tartályzat töltésnél, ha megtehet, nyomja meg a jobb gombot a bal gombot a kotrógép tanksapjának tankolásához. Oké. Okay. Vegyél a gázkannát, tap, tankolja meg és tankolja meg a kannából Rudit. Kanna. Üres! Hát az üresből meg fogjuk tudni tankolni Rudit, ezt már látom. Úgyhogy az első kuncsaft valószínűleg mi magunk leszünk. Igen. Tele lett. Jó, annyikor nem tudtunk mozogni. Közben megy le a napocska, ezerre telik az idő. Oké. Okay. Ez itt szépen telitankolta magát. Itt fene tudja mennyit. Térjen vissza a homokpacáltával, és az ezt kell eltüntetni innen, oké. Okay. Szabot nyomva tartva lehet szórakozni, itt a hátizsák, dekorációk, polcok, termékek, mindenféle kategóriában, autóalkatrészek is mindenféle kategóriában, úgy mint kerék, nem tudom mi, tükör, olaj, aksi, talán gyertya, hűtőfolyadék, meg fene tudja mi ez az összes együtt. Nice. Oké. Okay. Próbáljuk meg eltávolítani a... Jó, 3/4 lettünk. Innen ráfordulunk. Oké. Okay. Hát kérem szépen, nem történt eddel semmi. Ja, jobb gomb? Nem, az a lehűtés. Jába nyomom a bal gombot, nem történik semmi. Oké. Okay. Igen.
Tartsa lenyomva a bal gombot a homok felvételéhez, hát hiába nyomom. Igen, tarts felvétel. Na végre. Igen, akkor az túlmelegedett, itt jobb gomba le is hűtöttük, akkor vigyük oda. Hát akkor rá kell állni a homokkupacra és bal gombbal felvenni. Turbo! Sun Disposal. Ide kell rakni a homokot. Tart nyomva, eldob. Jó. Oké, ez is megvan. Nyissunk meg a bending utat az ügyfelek számára. Oké, hát ott van maga a bending ut, éjszakai műszakkal fogunk akkor kezdeni. Jócskán dabálja a lónyála. És úgy látom, igen, el lehet távolítani mindent, ezt okozzák a homokviharok. A homokot rakunk le, akkor túlmelegszik, meg ha felvesszük. Kérdés, hogy a jövőben lehet-e fejleszteni a kis görcsöt, vagy nem. Mert az erő teljesen megdabizott egy fél tankot erre a két adag shooterra, homokra. Mindegy, ide állunk vele. Ja, állj meg. Így. Jó, ha space-szel állunk meg, akkor nem gurul el. Jó, nézzük meg, mit ír az e-mail első körben, az engem jobban érdekel. De akkora dzsúval van ide, most komolyan embereket engedünk be. Igen, benzinkút bármikor kinyithatja és bezárhatja, megállíthatja nyereség áramlását, de ad egy kis időt a gondolkodáshoz. Ja, és mindig van egy varázslat tükre, körülbelül 60 másodpercben telik, míg a forgalom újraindul. Ha valaki, ne adj Isten, félelmetes rendetlenséget csinálna a benzinkúton kívül. Oké. Okay. Én előbb eltakarítanám minden ezt a rengeteg gyuvát, mert gusztustalan. Jó. Balgomb interakció, megint nyitjuk magunkat, át is vált a tábla. Open. Bendingkút kinyitása. Bendingkutat bármikor nyithatja, zárhatja, a szünetidő bending alakítgatására, vagy végezzen egyéb tevékenységet, kar mellett van egy újraindítja a forgalmat gomb. That's it. Elhúna és egy UFO ikon. Kösz, hogy erről jönnek az UFO-k, akkor mi vagy? Ja, és hogy nincs lónyálunk kapárról, és lehet 450 dollárunk éjfélkor. Oké. Okay. Levél. Rendelés. Mivel a garázs és a raktár tönkre ment, egyelőre csak üzemanyagot rendelhet. Az ehhez tartozó lapot egyszerűen a szállításnak nevezik. Könnyű mi? Ott van. Ingyen feltöltöm, csak pihenjen, a költségek magam fedezem, mint mondtam, azért vagyok itt, hogy többet tegyek, mint csak egy jó szót mondjak, és hogy imád mondjak, amikor kék hold van. Tekintse a segítségem egy családi barát befektetésnek, nagy dolgokat várok tőled, mondja. Szállítás, üzemanyag. Oké. Okay. Nem tudom, mennyi kell, 200 liter lehet a szállítóban. 2 dollár per liter, 450-be kerül. A rendelés csökkentve, hogy megfelelő rendelkezés álló kapacitásnak visszaállítás, 100 dollár, vagy 100 liter. A rendelés, jó. Well ordered. Igen, itt mit mutogat?
Oké. Tesztelje a tudását a játékgépen, mi a következő feladatra vár. Milyen játékgépen teszték a tudásunkat ellen itt? Na te mi vagy? Balklik. RC autóverseny, 20 dollárt lehet vele nyerni. Menjen végig az összes rendezőponton a jelzett sorrendbe, fejezze be a versenyt egy 15, hogy megszered a 20 dolláros jutalmat. Köszi. Jó pofa. Az irányítás meg kicsit káosz. Meg kell szokni. Ott látok egy visszaszámlálót, gondolom jön a teherautó. Ami hozza az üzemanyagot. Nagyon érdekes, kaotikus. Ó, még barlang is van. Jó pofa ez a kis mini pálya. Bár ezt a VRC dizájnt én leszedném. Amivel itt szépen látszik, hogy ő mit csinál, mit nem. Oké, space az ugráshoz. Ja, hogy abban lehet ugratni. Oké. Királyságosság. Szépen mondom, jobbra, nem akar kanyarodni nagyon. Tehát az 1.15 alatt nem lesz meg. De hát ellen megpróbáltuk. Nem tudom, hogy ezt a defektet ki lehet-e kapcsolni, ott még ilyen csont között kellett volna elmenni. Egy itt a backflip, kérem szépen, meg a frontflip, meg a mindenféle flip. Annyira nem is voltam rossz, mit akarsz. Mondom, és avval a lendülettel beesünk. Das ist cél, 1.34. Komplett RC Cars, oké, köszi. Ó, és ez nekem pénzbe került, hogy itt játszottam, vagy valami? Jó, gondolom itt megjött a lónyál. Csábástya, te miért vagy Pier 66-om? Az szép. Jó pofa. Ő a benzines autó. Oké. Okay. Jó, nagy csöved van kifele, ha? Akkor itt is hagy minket, jó? A repülő. Nem, arra fele vagyunk, nem baj. Ciao Darwinka. Ja, te csaja vagy, jó, akkor majdnem Darwinka. Oké, üzemanyag feltetés. Fogja meg a befecskendelőt, amikor ügyfelek várakozik, üzemanyag sapka kirajzolódik, tankolja az autót, úgyhogy interakcióba lép a kupakkal, shift-tel lehet gyorsítani, nyomja meg a fizetést. Jelent a fizetés, ez a borra való, ha közel van a célhoz. Oké. Na nézzük. Itt van a tanksapkád. Jó. Igen. Meg is lett. Meg lett az első tankolásunk, és majdnem tökéletes is lett. Vásároljunk szemetes zsákot, azt mondja. Oké. Ránk fog férni a szemetes zsák. Eszközök, szemetes zsák, ad ide. Szemetes zsák megvásárolva, azt mondja. Tabot nyomva tartva bekérjük az interakció menüt, és akkor szemetes zsák, kis szemetet lehet összeszedni, szemetes zsák ki lehet cserélni kukába. Nagyobb szemetet a teli szemetes zsákok kívül kell tárolni, még meg kell rendelni a szemétgyűjtés egy számítógép segítségével. Hosszú ideig lehagyja a kukát, azok büdösek lesznek és elriasztják az ügyfeleket. Jó, hát kösz. Összeszedjük itt a dzsuhát, a mindent is. Készülnek itt belőle a kukamanók. Kézre váltunk téged, kidobunk. Hol volt a konténer? Ott van hátul.
Tökéletes dobás, kérem szépen. Szemét. Jöhetett is. Van még itt szemét. Itt szemét, itt. Ja, hogy ezek is szemetek így szépen. Így se rossz. Plusz 50-ködbe kapjuk az Archimenteket ezerrel. Téged nem tudlak onnan kikattintani, mert útban van a szemét. Akkor arra rakunk. Így már felszedhető, vagy örülök neki egyébként, hogy össze tudunk itt takarítani jelenleg, mert itt miért nem férünk át? Miért vagyunk ilyen baromi dagadtak? Na mindegy. Úgyhogy így is jó. Jó, szemeteket kidobjuk. Tökéletes. Tanulunk kosarazni. Majdnem. Csak hogy jó legyen. Akkor ez oda. Tökéletes high score, kérem szépen 16,32-ről eldobtuk. Túl megy, túl hát. Viszont ha hátrább jövünk. Akkor is túldobunk. Jó, hát a csávó Supermannek készült, csak ő se tud róla. Ideig eldobtunk. Ami így szép. Ezek is mehetnek bele. Vegyünk egy seprűt, azt mondja, hogy takarítsuk fel a padlót. Hát, fene tudja, hogy akarunk-e söprögetni, amúgy viccet félretéve, de... Nem ér is, ne? Na most bezzeg el se dobsz odáig, mint egy krumpli. Na, milyen nehéz az, hogy 40%-kal se száll el odáig. Oké. Jó. Ezek most nem tudom, hogy szeméte, vagy... Vagy bármi. De lehet, hogy mondjuk egy alkatrész. Bár görgetni nem tudom megállítgatni. Jó, nézzük meg a levelet, mit ír. Téged ki tudlak dobni? Hát legalább is benne landolsz. Oké. Mindent is kidobunk. Oké. Ezer 800 éves rozsdás polcok. Az szép volt. Na még egyszer. Akkor lehet, hogy te tele vagy. Jó, bástyát esett a grafikán, nem baj. Van, vegyünk egy seprűt, azt mondja. Nem baj, mert ide ki tudjuk pakolni a szemetet, és akkor... Ami úgy van, akkor majd utána kidobni. Szerintem. Mert ezek a rozsdás polcok se kellenek nekünk. Szerintem. Hát itt a normál időt mutatja. Nem, mert fél delet mutat, azt a, már mint a jobb fönt. Itt meg mindjárt delet. Aki az is bennmarad. Talicska kerék.
három szasztal. Na, kimegyünk? Kimegyünk. Kezd lassan üzlethelyiség formája lenni az egésznek. És ha mindent is kidobálunk, mint ezeket, akkor utána megveszük azt a seprűt. Közben jöttek tankolni, hogy látom. Hello, hoztam megint egy nő. Na, hát akkor ide balgom. Balgom. 48-95 teljesítmény feladat, first tip. Kaptunk... jattot. Oké. Okay. Oké, okay, full elite better, kapjuk sorra a archivmenteket. Ami szerintem jó. Mondjuk ide belefér? Bele. Jó, azok már nem fognak beleférni. Ezzel meg valamit itt kezdeni kéne, mert ez itt össze-vissza van omolva. Vennünk egy seprűt. Seprű megvan. Oké. Okay. Jó. Sepregetés. Bal felső sarokban látható a padló szennyezettségi állapot, a csík, hát középen van, de szerintem kam. Tartsd lenyomva a balgombot, hogy felseperd a lemnyomok, festék volt egyéb szennyeződésket a padlóról. Ha nem vigyed a tisztaságra, ügyfelek nem fognak vásárolni. Hát. Oké, okay, teljesítmény feloldva. Szépen eltakarítunk mindent is. Villognak, mint a lufós lábnyomok. Valaki foszforeszkáló anyagba lépett. Oké, okay, feladat megoldva, teljesítmény elérve, 25 csík föltakarítva. Rendig hulladék gyűjtést. Vigyék el a szemetet. Szemétgyűjtés. Rendel meg szemét szállítani, nagy konténerekből szedje össze a szemetet. Jó, akkor viszont kénytelenek vagyunk kidobálni a többibe. Mennyi lónyálunk van még? Neked mennyi kell? Oké, okay, tessék. Megint borra való. Mice. Mert hogy ugyebár itt több konténer is van, akkor most ne egyet vigyenek el. Nem mindet. Kategória. Mert gondolom egységsugarúan egybe viszik el az összeset. Vagy fene tudja. Na, akkor nézd el úgy, hogy jó legyen. Oké, hát nem nyert kis hangszórót, akkor fussunk a másikhoz, ha nem akadunk be. És azt nézem, van még itt mit pakolászni. Oké. Ezekkel nem tudunk még mit kezdeni. Csak hogy mice legyen. Ez a megállító tábla sem tűnik egyébként annyira rossznak. Meg a gázpalack. Főleg ami nem akar benne maradni ebbe. Jó, benne maradt. Akkor itt is van hátul, azt mondja egy ilyen. Ott hát. Amiben van már egy... cumó. És amúgy itt sepregetni kint, nem? Szemetet gyűjteni. Sem.
Akkor ezzel a terület itt meg le van zárva, ebben nem tudunk mit kezdeni. Itt van még egy ilyen sofőr. Jó, őt is megtankoljuk. Itt továbbra se férünk át, mert dagadtak vagyunk. Jó, eldobtuk Kínáig. Tökéletes lett. Majdnem 5 dollár borra valót kaptunk ezért. Üzemanyag állapota alacsony. Oké. Okay. Ja, hát akkor szolgáltatás, személygyűjtés, nem tudjuk meg mennyibe kerül, elviszik. Oké, okay, Dennis. Dennis időnként megjönik a bendingot és graffitit fest a falakra, állítsa, lehet az, hogy tárgyakat dob neki, hogy elijessze. Oké, okay, amúgy kikapcsolható. Jó, és hol van ez a hülye? Itt van. De szórakozzunk már. Csat. Azt kilőtte. Oké, okay, Dennis el lett zavarva. Húzzál majd, ne hülye gyere. Hó vagy. Sehol nincs, szerencséje. Oké, okay, te mennyi lónyállat kérsz? Na, rendeljed? Parancsolj! Jó, nézzük meg, hogy állunk. Kell vennünk hengert. Oké. Okay. Kell lónyám, mert nincs, 30 literünk van. Oddál még egy szádast. Oké, okay, festő henger, tabbal shift-tel szint lehet váltogatni, ballal lehet festeni, maradj tartományon belül, ne fröcskölj, idővel újra kell festeni mindent. De mit tartok benne? Oké, okay, biztos. Most nem értettem, mit akar. Jó, nem jöttem rá, hiába nyomom a bal gombot, nem csinál lófasz se. Ott semmi. Vagy itt maradjak benne, és itt ne. Ja, hogy így kell játszani vele, kattingatni. És akkor ott benne tartani a pirosba, de állsz, össze-vissza még mindegy. Ja, mindegy, ez ilyen lett. Azt mondod, fel tudom söpörni? Oké. Okay. Így. Közben jöttek tankolni. Tökéletes lett. Közben megjött a lónyál. Ciao, bástya. Add ide a lónyáladat. Ezt meg elveszik közben. Oké. Okay. Köszi, majd végeztél, zárj be magad után. Ezt a graffitit is le kell festenem. A magától megy visszafele. Mindegy. Ez vagy a képembe spriccel a estékedik gagyi. Oké. Okay. Keressünk megfelelő szerszámot az autócsomagtartó feltöréséhez. Köszi. Das is autó. Feltörés. Oké, okay, zárfeltörő szett. Oké, okay, zárfeltörés, tiszta follow-t.
AD gombok elforgatás, space-szel kinyitás, nether delkét próbálkodás. Oké, többször nem fogod tudni, ha elcseszted. Akkor ezt próbáljuk meg kinyitni. Még egy kicsit arra. Meg is lett. Oké, meg lett a dekoráció és a kocsi feltörés is 10 meg lett. Oké, közben kapjuk a leveleket sorra. Na nézzük. A rendelés, üzemanyag feltöltés. Nem tudom miért írom ezt, de itt tartunk, alaposság kedvéért és rövidség kedvéért rövid leszek. A tankolás az alapvető pénzkeresés módszer, minden ügyfél elvel bizonyos mennyiség üzemanyagot, ha túltöltöd a tartékot, elveszted a felesleget. Ez így megy, minél pontosabb, annál nagyobb a lesz, hogy borravalók kap. Képzeld, hogy borravalókra támaszkodik. Ha a kliens sok üzemanyagot szeretne, akkor szivatjuk, felgyorsítja a shift tartás folyam és felgyorsítása érdekében. Sepregetés, por, homok, igen. Szóval por hasonlóan a homokhoz és a teljes esetben a kettő gyakorlatilag egyenértékű, mindenhova jut, és úgy tűnik soha nem szabadulsz meg tőle. Most biztos észrevetett, hogy ilyen vonatkozik az egész bending, kutatod a sivatag kellős közepén vagy, tarts tisztán a padlót, mikor bent vagy figyelj a padló tisztaságára, bal felső sarkon éri a képernyő, ha rossz, akkor ügyfeleket veszt, ez piros állapot rossz higiéniát jelez. Megbízható seprével tisztán és csillogon tartatja a padlót, vegyen elő a leltárból és takarítson. Kukaciklus. Kicsit túl rövid voltam, van egy másik téma is, amivel foglalkoznom kell, nem hogy az ön létesítménye szemételep legyen, a bending út helyett röviden. Egészségetekre ebbe a nagy hőségbe. Kis szemét a szemetes konténerben van, bármi kukába a kosárba kerül. Szemetes zsák, ha megtennek, nagy tárolóba kell dobni, tároló nem ürül ki magától, rendél meg a személy szemetes a szemkép szemét fülén. És gaznak érzem magam, de még ezt is meg kell írnom, hogy el ne felejts mindig takarni a szemetet, a bűz elriasztja az ügyfeleket, amelyet profitot veszít. Dennis. Na de jó ez. Nem maga kolót iszok. Üdítőt. Kis konzerv üdítőt. Majdnem elfelejtettem, van egy dolog, amiről írnom kell neked. Úgy tűnik, emlékszem, hogy a vállalkozó egyik munkás gyereke nem túl messze lakik a környezettől, állítólag a csávó gyerekként, gyepként vagy valami másként jelölte meg a vásárolt romot. És tudod, minek a gyerekek, mikor elveszi a játékot, bármit is jelentsen ez. Ha összefut, vele gondot okozhat, nem várok sokat egy ilyen gyerektől, mint a legfeljebb drágárságokat fest a falakra. Igen, abban nőttem fel, amit egyesek kemény ütések is neveznek, mindaz, amit a stresszmentes nevelésről szól, őszintén fárasztó a fülnek. Ha csak az élet nem tanítja meg korán keménykedni, azon kívül, mint már mondtam, a sivatag kellős közepén vagy, senki nem fog szemet vetni, csak ne dobja arra az egész gáztartályt, kérem, azaz föl lehet robbantani Deniszt? Az mekkora lenne? Úgy tűnik, gyakorolni kell a célját, nemrég mentem el a bending utat mellett, most már itt az idő, hogy felfrissíti a festéseket, nem? Amikor saját magad fest, ügyelj rá, hogy ne nyomja túl erősen, nyomja meg gyengén az egysergombot balgom, és nem hagy nyomot, ha túl erősen nyomja, akkor szélfröccsen a festék. Sőt, a ködepén vagy a szél miatt, vagy a por miatt gyakran újra kell festeni. Ezzel gyakorlatilag elmagyarázta, hogy miért van festésre szükség. A zárfeltörés, ez az e-mail el van rejtve. Elárulok egy titkot, szigorú szabályok betartásával nem juthatsz sehova. Sokan közülük kifejezetten arra készülnek, hogy visszatartsák az embereket, és minél többet foglalkodol vele, annál jobban látni fogod, hogy hol vannak az akadályok. Néha az életnek szüksége van egy kis válogatásra, a közmondásod zárban, ha érti, amit mondok, de ne hagyd, hogy a adrenalin a fejedbe kerüljön, hallgass meg alaposan. Először tiltsa a tűt balra vagy jobbra, oké, éljen a magyarítás, vagy állítsa, tanulj meg olvasni, egyre jobb. Ha úgy gondolod, hogy megfelelően van igazítva, nyomja meg felfelé space-t, hagyja abba a pillanatokra, látja, hogy a csap ellenáll a próbálkozásunk, állítsa be a pozíciót és próbálja újra. Amikor az megkapja a nyereményt, valószínűleg pénzt keres, valamint zálogba adhat, vagy egy-két egyedi dekoráció is jöhet. Minél keményebben zárnál, nagyobb az esély jobb jutalomra. Ne felejtje, vannak riaszok és a legtöbb esetben két kis kérlete van. Emellett egyhétem belül törölj ezt a döntet, ha nem, akkor más módon tőlem, és tiltott közted és köztem, érted? Jó. Jó. Hogy föl kéne akasztanunk egy festményt a falra.
Magam. Hátizsák. Festmény. Ide mögénk. Szóval oda. Ahogy. Csodás. A régi Bendling út. Az 1930-1936. Köszi. Vásárolunk két polcot. Funkciók. Alkohol. Alkoholmentes italok, snack. Kis üdítőállvány, nagy üdítőállvány. A sivatagban szeretnek inni szerintem. Viszont nincs olyan sok pénzünk. Veszünk egy kicsit. Meg egy kicsit. Oké. Okay. Oké. Okay. És el is kell helyeznünk ezt a kettőt, közben tankolni. Nem kell. Oké. Okay. Üzemanyag durván félig van. Oké. Okay. Szint lépés, feladatokat kell teljesíteni. Lehet, hogy itt a demóban ezt nem fogjuk tudni megoldani. Hát ide sok minden fog kelleni. Oké. Okay. És akkor a raktárunkba került polcok, kis üdítőállvány. QE, azzal lehet forgatni. Q. Tab. Majd ezt. A mellé. Ennyire lehet közel a falhoz, ennyire. Oké. Okay. Vásárolunk további parkoló helyet a gépen keresztül, közben tankolunk. Ez nem sikerült. Ez több lett. Több parkoló, több ügyfelet jelent. Parkolók. Oké. Okay. Itt vagyunk, amúgy a kisgéppel ide álltunk, ingyenesre lett. Egyetlen parkoló egyelőre, ingyenes, nagybátyja teljes egyben fizetett érte, a homoktól adomon meg kell tisztítani. Feladat teljesítve. Na, akkor folytassuk. Hova kell üdemanyag, és már jön is a vásárló, de nincsen neki semmije. Nem tudom neki semmit eladni. Ez tökéletes lett. Válaszok a nagybácsi hívására. Igen. Bezárjuk a kutat, csá. Na. Úgy látom, az üzlet jól megy, ezért hívlak, hogy gratuláljak, hogy sikeresen elindul, de egyedül üzemanyaga nem lehet üzletet vezetni. Volt ennyi emberem, akik extra készletet szállítottak az üres polcokra. Ide beszélni a pénzről, most tartozol nekem. Nos, elküldöm a számlát az e-mail címedre, ne felejtsd el megnézni. Sajnálom az unokacsim, de egyszerűen nincs hely jótékonykodásnak ezen a világon. Remélem vállalkozásod segítségével könnyedebb nekem törleszteni az adósságot. Ennek az esetben kénytelenek leszünk a meggyőző megtérítés módszerekbe törekedni. Ne vágy túl sokáig, a viszontlátásra mondja nekünk. És kaptunk árut. De akkor most elé tartozunk, mert... Ne random pistükére bejött és fölpakolt dolgokat. Ez mit dudál? Ja, te dudálsz. Éppen átjöttünk rajta.
kisebb lett a csomag, és ki is fogyott a lónyál, jó? Akkor azt is föl kell tankolnunk. És mennyivel tartodunk? Levél. Hitel. Hálónak, hogy csak azért jön ezt, hogy végre belevághassam az ügybe hivatalos összefoglaló kedvéért, Rudi kotrógép hasznosítás, üzemanyag vásárlás, személyszállítás, szolgáltatások, festékvásárlás, szállítmányozás, szolgáltatások, az összefoglaló kb. 3200 dollár fizetést várunk. Nagyon nem szeretem a megoldatlan kölcsönöket, ezért kérem, hogy siessen és lehető leggyorsabban oldja meg az ügyet egészségére. De jó pofa vagy, hogy ijedje hatba. Remélem nem gondolta, hogy csak abba hagyom a segítséget a kölcsön állapot ellenére. Üzletember vagyok, nem szörnyetek, nézzük át az alapokat, ezek a termékek nem fogják eladni magukat. Miért elkezdenek, ne felejtsen érdekes módon elhagyni a termékeket, az ügyfelek alapteremtmények. Sokféle színű vagy formai különböző márkát helyez egymás mellé, és úgy közelülni fognak hozzájuk, mint a molyok a lámpafényhez. Most tényleg árusítás, először a szallag sebességét szabályozza a shift, tartsa szemmel a QA gombot, hogy milyen a szallagom, először szkennelt be a terméket, bal gomb lenyomva tartás, majd dobja a bevásárló kosárba. Ha elfelejti beszkennelni vagy lejti a terméket a földre, az bukod, ingyen kapják. Még egyszer emlékeztetlek, a sivatag közepén te vedd el a szivacsot és tisztítsd meg a szallagot, győződj meg róla, hogy gyakran letakarítja, nem teszi meg elakadhat és egy gyors végérzet jelent a pénztárgépnek, ne hagyjuk, hogy megtörténjen, van hitelünk, amit fel kell oldanunk, nem? Hát ez nagyon jó pofa. Nincs is takarító szerszámom, csak úgy zárójelben megjegyzem. Itt már van gyuva. Oké. Itt mi van? Oké, nem nyert kis hangszórót. Akkor... Most már 5000 dollár a hitel, csak úgy zárójelbe szólok, 2 perc múlva jönnek, azt elkinik a szánkat. Nagyon jó pofa. Akkor kell nekünk a üzemanyagkanna. Föltankoljuk. Megtankoljuk a kisgépet is. Éppen úgy maradt a kipufogó. Ez is mehet bele. Érdekes, hogy a kannán kiürült, pedig tudom, hogy 2 adag nem fér bele a járgányba. Lehűtöttük. Gyorsan eltakarítjuk innen a gyuvát. Úgy fogy, mintha muszáj volna. Dobjuk a szemetet. Mármint a homokot. A Rudi néven fut, Rudi 102. Kérdés, hogy ezt a jövőben tudjuk-e mondjuk upgrade-elni. Jó, felszedtük a gyuvát. Jobb gomb és shift egyszerre. Nem hatott semmit. Azt is lerakjuk a gépet, szerintem itt is hagyhatjuk egyébként. Oké. Visszanyitjuk a benzinkutat. 20 másodperc múlva jönnek, az úgy korrekt lesz. És akkor árul leszkennel beledob, oké. Na nézzük, 3, 2, 1. Telefonhívásra válaszolni. Hey, punk!
Egyből a mára pénz, jött és a behajtott csatt egy állas. Elfeküdtünk, meg is tapos. Teljesítmény feladva, ennyi volt a prológus? Ezzel egy a gond, hogy relatív ezután indul be a játék. Hát, fene tudja. Akkor ez nagyjából egy időlimites játék, és sok mindent nem lehet vele kezdeni. Na jó van. Akkor ez a rész ennyi lenne. Köszönöm, hogy megnéztétek. Ha tetszett, ne felejtsétek el lájkolni. Lehet, hogy beszerzem a teljes játékot, és ránélünk arra is. Kiderül. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. Találkozunk legközelebb. Addig is. Sziasztok!